Az Árpád-díjjal is kitüntetett Üllőn, és a térségben is méltán népszerű és közismert Vickó Ferenc ezúttal az üllői templomok motívumait használta fel legújabb alkotásán, amelyen a tél közelettével már a karácsonyi hangulat is jól érzékelhető. Ha a szakmai zsűri érdemesnek találja, akkor a mezőgazdasági múzeumban láthatják viszont a legújabb papírmakettet. Az Üllőnek 13 építménye, ami benne vannak a templomok, benne van a sportcsarnok, iskolák, akkor a vasútállomás, akkor a malomház, tehát amit létezik, ez 13-at foglal magába, amit tulajdonképpen egy városháza átadásán egy nagy kiállítás keretében be is tudtam mutatni. Vickó Ferenc üllői háza tele van papírmakettekkel. Az Üllői Mecénás Művészeti Klub tagja éppen azt mutatja, hogy 13 épületet egy kiállítás keretében már meg is tekinthetett az üllői közönség. Felkés az, hogy a hegyvidéki alkotó hölgyek megalkották ilyen templomi festett ablakokat, és a felkérésük az volt, hogy én alkossam meg hozzá a templomot, és akkor ezzel majd megyünk a zsűrizéssel a kiállításra. Sikerül, akkor országos szinten is láthatóvá lesz a munkánk. Ha jól tudom, akkor jövő héten kerül be az alkotás a zsűri elé? November 6-án kell, akkor gyűjtik össze, és akkor kerül ez is oda zsűrizésre. Minden papírból készült, de üvegfestést is alkalmaztak. Az üvegfestést az pedig szinte nem kimondott üvegre készítik a hölgyek, hanem ilyen műanyag lapokra. És én meg ugye ragasztás, meg az összeállítás vége, mert az üveget papírral az egy kicsit keményebb dolog már a részemről. Háttérben látszódik az üllői templomnak a makettje, de amit most készített, arról mit kell pontosan tudni? Hát amit most készítettem, tulajdonképpen felhasználtam az üllői templomnak a motívumait, tehát nem kimondottan, mert a kupola szerkezet az már nem olyan, de maga az alapépítmény az majdnem, hogy 100%-ban megfelel az üllői templom formátumának. És itt az elején, hogyha látja, ezt mivel karácsonyról van szó, csináltam egy kis díszítést a bejáratnál is. Hangulat szempontjából. Ha pedig átmegy a zsűrizésen az alkotás, akkor hova kerül, hol lesz látható? Hát, ha az kerül, akkor információm szerint a Vajdahunyad várban van egy kiállító részleg a mezőgazdasági oldalon, és a kárítalok ott lesznek majd a díjazottak. Kívánjuk, hogy így legyen. Mi lesz a következő alkotás? Van-e már terv? Jelenleg nincs terv, de a hölgyeknek a visszaigazolása szerint várható az, hogy jövőre is esetleg. És azért megmondom őszintén, nagyon, nagyon örülök annak, hogy célpontba kerültem, sok elismerést kaptam a mai napig is, és azért ezt én, ahogy ismerem magamat, biztosan nem fogom abba hagyni, ha más nem itthonival. Habár kinövi már a szobát a sok dolog, de azért ezt nagyon szeretem csinálni, és el vagyok vele.